Mezőkövesdváros önkormányzatának vonzó és élhető városi környezet kialakítása Mezőkövesden című a Magyar Állam és az Európai Unió által támogatott pályázata révén kapott új külsőt a Kavicsos tó és Szabadidőpark. Az utóbbi hetekben már elkezdték a tó körüli parkosítást. A hónap elején kezdődtek el a parkosítások, ezen belül is a talajcserés munkálatok, tehát a humusz terítése kezdődött meg. Egy 5 hektáros területen, ugye durván 5000 köbméter humusz került beépítése, most ennek a befejező alakító földmunkái zajlanak, és ezzel párhuzamosan elkezdődött egy jó héttel ezelőtt a növénytelepítés, cserjékkel, illetve fák ültetésével. Itt a Kavicsos-tavi Szabadidőparkban mintegy 9000 cserje, 3000 évelő és 210 darab fát fogunk telepíteni. Várhatóan november közepére befejeződnek a munkálatok. Tulajdonképpen a konzorcium partnerünk a ZÖFE Kft. Nekik saját faiskolájuk van, több is a térségben, és ezekből kerültek beszerzésre jó részt a növények. A vállalásunkban Nordos felé elfogadott támogatás összeg az 34 millió forint, ebben benne van a növénytelepítés is, illetve a korábban említett talajcserés munkavégzések is. A Kavicsos tó és Szabadidőpark néhány hónapon belül a város egyik legszebb oázisává válik.